Ebben a sorozatban meg fogjuk vizsgálni azt, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az atya, a fiú, Israel, és vajon mi a helyzet a Szent Háromsággal, vagy a Szent Kettősséggel, mi a szerepe a Szent Léleknek, a Ruáknak, de fókusz azon lesz, hogy megértsük azt, hogy Jahua az atya, és Jahusa a fiú nem egy és ugyanaz a fiú, nem az atya a földön, hanem az atyát képviseli, az atyát jeleníti meg számunkra a földön. Az atya soha nem látta senki, és nem is fogja mindaddig, amíg meg nem változunk testben. Ez a célja ennek a rövid sorozatnak, úgyhogy remélem hasznosnak fogjátok találni. Most, hogy mindenki érti azt, hogy hogyan viszonyul az atya és a fiú egymáshoz, illetve, hogy Israel, Izrael és Jehuda, az az Izrael háza részét fogja képezni a mennyegzőnek, egyszerű lesz megérteni azt, hogy miért nem lehet az atya az, aki megkötötte a szerződést Israel házával. A, a sínai hegyen. Nem lehet az atya az, akihez hozzáment. Nagyon egyszerű megérteni, ha tudjuk, most már értjük a házasság szabályát. Tudjuk, hogy a kettő nem egy, és ugyanaz a Szent Háromság kérdése egyszerű lesz. Ha egy férfi elválik a feleségétől, ahogy tegyük fel az atya elvált is eltől. Elválik a feleségétől, és az másé lesz, és tudjuk, hogy más élet, hiszen mindenféle báványokat imádott. Nem fogadhatja vissza. Teljesen mindegy hogy eljön valaki, és bocsánatot, áldozatot mutat be ő érte, nem fogadhatja vissza ő. Az az elmélet, hogy Jahusa, az Israel jelképezte, az nem állja meg a helyét, hiszen láttuk, hogy hogy működik az áldozat rendszere. Az áldozat csak a bűnért való áldozat. Az áldozat nem jelképezi azt a szemét, akinek a nevében bemutatják az áldozatot. Ha belegondolunk, az áldozat le nem tette lehetővé azt az embernek, hogy ha elvált, újra hozzámehessen a feleségéhez. Akármennyi áldozatot mutatott is be, teljesen mindegy. Ez nem volt lehetséges. Jahusa nem jelképezhette, úgy értve, hogy nem hallhatott meg Izrael, helyén, vagy nem is tudom, hogy mi ez az elképzelés, de mindegy is. A lényeg az, hogy nem így történt. Jahusa egyértelműen egy bárány volt, az egész világ bűneit elvette. Ezt láthatjuk Jahukanon eh, első fejezet 29-es versben. Az egész világ bűneit. Ő nem Israel volt, nem Jahuda volt, ő az egész világért való áldozat volt. Ha az atya volt az, aki elvette Israel-t, nem házasodhat újra soha többé vele, hiszen Israel már más év volt. Más hatalmasságokat imádott, ezt is kiderítettük. Azaz spirituális értelemben házasságtörést követett el. Így nem térhet vissza az atyához. Ez lehetetlen, hogy az atyával kötött volna a szerződést. Nem térhet vissza hozzá, hiszen az atya megszegni a saját szabályt. Nem csak úgy megszegni, azt mondta, hogy ez egy utálatosság és megfertőzi a földet. Ő nem fog olyat tenni, ami egy útálatosság előtte, és megfertőzi majd a földet. Úgyhogy azt a verziót kilőhetjük, hogy az atya az, aki... aki Először házasságot között, utána meg a fia fog majd. Azt tudjuk, hogy a báránynak a menyegzője lesz. A bárány pedig nem más, mint Jahusa, az, a, a aki pedig nem más, mint a, az első szülött. Ezt tudjuk, hogy Jahusa, a fiú. Hogy lehetséges az, hogy egyszer az atya köt házasságot, aztán meg a fiú köt házasságot ugyanazzal? Még, még, így, még a polgári törvények sem teszik ezt lehetővé. Még ha lehetővé teszik is, az emberek fanyalognak. Nem, hogy maga az atya, a teremtő ilyet fog csinálni, hogy elveszi, utána meg a fia veszi el ugyanazt. I ilyen, ilyen, ez egy ostoba gondolat. A 3-1 vagy a 2-1 azzal ez az egész nem működik. Azok ugyanazon oknál fogva, amiről már itt szó volt. Nem lehetséges az, hogy ugyanaz elvegyet többször azt is kilőttük, azt a verziót, hogy Jahusa volt, Israel, nem lehetett az, az áldozat nem annak, az, az, az nem így működik. Maga az áldozat, az egyáltalán nem így működik. Ha az atya veszi el, akkor igazából soha többet nem mehet hozzá senki, hiszen az atya nem tud meghalni. Úgyhogy ha az atya vette el a sínai hegyen, akkor a Yahusha, a bárány nem, nem veheti el majd a sínai hegyen a jövőben, hiszen még él a volt férje, ez egy utálatosság lenne. az atya szemében. Úgyhogy ez sem, ez a verzió sem működik. Az atya nem lehetett ott, mint ahogy nem volt ott, ezt már bebizonyítottuk. Ami azonban volt, az az, hogy Yahusha, a Malák Yahua volt az, aki elvette először a sínai hegyen, Iselt. ezután ő az, aki elvált tőle, ahogy láttuk, hogy mindvégig ő volt az, ő az, aki elvált tőle, ő az, akik, akikkel megcsalták, eljött, hogy meghalljon, mint áldozat Israel bűneért ezáltal meghalt az első férj, újra házasodhat Israel, Jahusa feltámad, és a mennyekben van, mint egy főpap, aki közben jár a bűneinkért, mint elsőszülött a halottak közül egy új teremtmény, és visszatérhet, és elveheti azt a Israelt, aki szentként él már, azok az emberek, és akik csatlakoznak, akik szentként élnek, akik igazságot cselekesznek, ezeket fogja majd elvenni újra. Így kellett, hogy történjen, különben másképp nem tudta volna végrehajtani ezt a, az egész műveletet. Ha az atya részt vett az elsőben, onnantól kezdve nem lehet többé senki mási. Ez egy, ez egy buta ötlet. Ez volt az egyetlen mód. Elvette, elvált, eljött, hogy meghajjon és megbocsásson neki, ezáltal kinyitva az ajtót vissza a szövetséghez újként feltámadott, első szülöttként a halottak közül egy új lény, és ő vissza fog térni, hogy elvegye majd, mint egy új férj. Ez az, ahogyan bizonyítja maga a házasság és a két szerződés, hogy az atya soha nem volt a földön, és soha nem volt részese annak, amit mi a házasságnak hívunk. Nem lehetett. A Szent Háromság, vagy a Szent Kettőség eleve kizárja ezt hiszen ha három egy is ugyanaz, és elvette egyszer, és elvált soha többet, nem mehetne hozzá egyik sem. Ha ők egyenrangúak, együtt mozognak, vagy egy test, vagy, vagy akármi, akkor ez lehetetlen, hogy ez megtörténje. Az egyetlen módja az, hogy az angyal Jahua, Jahua szava, amit láttuk, az ige, az élő szó, aki a kezdetektől vele volt, az az, akivel a szövetség megköttetett. Az az, akinek el kellett, hogy jöjjön, hogy meghalljon a bűneért, a a menyasszony bűneért, és meghaljon, ezzel kinyitva az ajtót nekik, és visszatér, mint egy új lé. Az, hogy ő Izraelt jelképezte, és ő, ő, ő helyettük halt meg, ez egy ostoba dolog. Ez lehetetlen, hogy, hogy ilyen történjen. Hogy meghalljon Izrael helyett. Ő egy áldozat volt Izraelért. A bűnei helyett, a bűneiért. De nem az ő szem, személyükben halt meg. De mindegy is az a fölösleges foglalkozni annak nincsen semmilyen alapja. Ez az, ez az egyetlen mód, ahogyan működik, ahogyan azt itt eh, hallhattátok most. Ez bizonyítja azt, hogy az atyár soha senki nem látta, amiről szó volt a kezdet kezdetén. Nem láthatta, nem lehetett ott a hegyen. Jahusa, a Malak Yahua, az angyal Yahua az, aki ott volt, aki megkötötte a, a szerződést és a szövetséget egy újabb nagyszerű példa arra, hogy igenis az angyal Jahua volt az, aki az Ószövetségben az embereket kalauzolta a történésekben. Első Korintusi 10 fejezetből így szól. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyámfiai, hogy a mi atyáink minnyáján a felhő alatt voltak, és minnyáján a tengeren mentek által. És minnyáján moséra keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben, ugyanúgy, ahogy ma. Ha másiákra kell megkeresztelkedni, ugyanúgy akkor ezt ehhez hasonlítja. Hiszen a keresztelkedés, a bemerítés gyakorlatilag a megújulását jelenti az embernek. Meghal az óember, és megszületik az új ember. És minnyáján egy lelki eledeltettek, és minnyáján egy lelki italtittak. Mert ittak a lelki kősziklából, meg követi vala őket, egy kőszikla pedig másiák volt. Az a Saul is tudja, hogy az nem az atya volt, aki követte őket, hanem Jehúsák ha másiák volt. Az, aki követte őket, aki vezérelte őket, hiszen ő az a kenyér, és ő az a bor, amely életet ad, amely az új szövetség a brit a kenyere, és az 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 életet adó víz. Hiszen ő Elohim, azaz Yahuah, az atya szava. Természetesen ő része annak, amit mi idézőjelben Istennek hívunk, amit Elohimnak hívunk. Erről ni ebben nincsen kérdés azonban ugyanúgy, ahogy a férfi és a nő egy test lesz, ugyanúgy, ahogy azt mondja, hogy legyetek egyek, ugyanúgy ők is egyek. Ez nem azt jelenti, hogy a kettő egyenrangú. Nézzük meg, mit csinált a nép. Ez Bamidbar 21-es fejezet 5 -től 9 -től 4 -től 21. És szól a nép Elohim ellen és Mose ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomba, hogy meghalljunk a -e pusztába? Mert nincsen kenyér, víz sincsen és a hitvány eledelt utája a mi lelkünk. Ugyanúgy, ahogy ma, az emberek szólnak Elohim és Mose ellen, és azt mondják, hogy a parancsolatok, az átok, az ó, az rabság, ezt eltörölte, betöltötte, erre már nincsen szükség. Ugyan ezt mondták akkor. Az emberiség mindig ugyanolyan volt. Mindig lázad az instrukciók ellen. Ez az, amiről beszél itt. Természetesen akkor a pusztában volt egy fizikális megjelenése ennek, azonban a spirituális megjelenése az volt, hogy ők visszamentek volna a rabságba, inkább ami a bűn. Ma, mi a bűn? Egy, ja, őkönön, János 3-4 a bűn, törvénytelenség, a törvény megszegése a bűn. Ugyanúgy visszamentek volna inkább a rabszolgaságba, a fizikális rabszolgaságba, mint ahogy a legtöbben ma visszamennének abba, a, az életbe, ami a bűn, tulajdonképpen a törvények nélküli élet. Csak ne kelljen változtatni azon az életmódon, amit élnek. Bocsát azért, hogy a népre tüzes kígyókat, és megmordosák a népet, és sokan meghalának Israel népéből. Ugyanúgy, ahogy ma a tüzes kígyó, egyrészt azok a hamis tanítók, akik ezeknek a vágyaknak tesznek eleget, és ezeket elégítik ki. Akik azt mondják, hogy ezt eltörölt, ezt betöltött, ezt már nem kell csinálnunk, akik filozofálnak órákat, mindenféle dologról beszélnek, csak arról nem, amiről kéne. Ez a tüzes kígyónak az egyik jelentése. A másik természetesen a világi része, az az elnyomás, amit engedélyez Jahua a világ részéről, a szekuláris hatalmak részéről. És természetesen nem utolsó sorban a problémák, melyekkel az ember szembesül az életében azért, mert nem hajlandó az instrukciók szerint élni. Ez a tüzes kígyó. Mi volt a megoldásra? Akkor méne a nép és mondanának, védkeztünk, mert szólottunk Jahua ellen és te ellened. Mi az első az, hogy beismeri az ember, hogy bűnt követett el? Azonban hogy tudja, hogy bűnt követett el? Úgy, hogy megismeri a törvényeket. Imádkozzál Jehuához, hogy vigye el rólunk a kígyókat. Miért Mózeshez mentek? Mert Mózes Jehúsák Hamásiák képe a tanákban. Ezért mondta, hogy profétát támasz majd néktek Elohim, akire majd hallgattok. Olyat, mint én ő volt a képe, ő az, aki közben járt elohim Ő nem volt Elohim, ugyanúgy, ahogy a Husachamásiák sem egyenlő az atyával. Ő az, aki közben jár köztünk. Ezért mutattam meg azt, hogy ő az a pap, aki a mennyekben közben jár, és imádkozik, és elviszi az imáinkat hozzá. És imádkozik most a népét. Beismerik, imádkoznak, és megkérik a közbenjárót, a hogy vigye el az ő imáikat, hogy járjon közbejöttük. És mondja, a Morsainak, csinálj magadnak tüzes kígyót, tűz fel az póznára, és ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Ki ez a tüzes kígyó, a képe? Újra! Ő az, akit a karóra fel e, feszítettek, azért a póznára, azért, hogy aki ránéz, aki hisz, az életben maradjon, hiszen a bűnei megbocsátatnak. Ő az, aki közben jár. Ismét egy képe a Hussák másiáknak. Ő nem lehet az atya, és ő nem azonos, és nem egyenrangú az atyával. Csinálom azért most egy részkígyót, feltűzél, póznál és lőn, ha, ha valakit megmark vala, egy kígyó, az feltekint a részkígyóra, és életben marad. -a. Ugyanígy, ahogy ma a részkígyó maga a bűn, az az életmód, amit az ember folytat. Ha valaki ezen az úton jár olyan, mintha megmarta volna egy kígyó. Ha felnéz és hisz, az azt jelenti, hogy megmarad, hiszen aki hisz, annak az, az cselekedetekben nyilvánul meg, és az követni fogja majd azt az utat, ami kellene. Azonban ez nem azt jelenti, hogy az atya lejött, és ő mászkált itt az emberek között. Hiszen egyértelművé teszi első korintusi, hogy ez nem ő volt, hanem ez a másiák volt a megváltó, a felkent de azoknak többségét nem kedveli Elohim, mert elhullának a pusztában. Ezek pedig példáink lőnek, hogy mi ne kívánjuk gonosz dolgot. Mi a gonoszsági Hezikájel, Ezekiel, 18, 20, 21 vagy 33-as fejezet a gonoszság törvények megszegése. Mik éppen azok kívántak. Se báványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leül a nép enni, inni, felkelének játszani ami ma van. Enni, inni, nézni a tévét, foglalkozni semmivel. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némek, és elestek egy napon 23 ezre. Se, ha másiákat ne kísértsük, mint közülük kísértették némek, és elveszének a kígyók miatt. Most olvastuk, hogy mi történt. Elvesztek a kígyók miatt. Imádkozott Huához, mert szólottak Jahua ellen. És hua bocsátotta a tüzes kígyókat, itt meg azt mondja, hogy másiák volt az, aki, akit kísértezek. Akkor ki az, aki bocsátotta a kígyókat? Jehusá másiák. Ő az az angyal, Jahhua, a tanákban, aki közvetítette az atya akaratát. Ugyanúgy, ahogy a brit az új szövetségben, ugyanúgy a tanákban, az ószövetségben ő volt az, aki mindig is az emberiséggel foglalkozott. Nem az atya jött, lejárkált itt, meg intézkedett. Ez soha nem történt meg, ahogy azt is láttuk már, hogy senki nem látta, és nem is hallotta. Azért, mert H másiák volt az, Krisztus, Jahusa, aki az emberek közt járt. Ő az, aki ezeket a dolgokat cselekedte itt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülök zúgolódának némelyek, és elveszének a pusztító által. Most mondta, hogy mi történt, hogy... hogy Tüzes kígyókat bocsátotta a nép közé. Jahua a népre tüzes kígyókat bocsátott megmardossák a népet. Itt azt írja, hogy elveszének a pusztító által, akkor ki az, aki ezeket a kígyókat a népre bocsátja? Ha azt mondja, hogy Jahua tüzes kígyókat bocsát a népre, itt azt írja, hogy a pusztító által, itt pedig azt, hogy ha mássiákot ne kísértsük. Azért, mert úgy hívták, hogy jahu, az ő neve volt benne, ő az, aki képviselte az atyát itt a földön, de nem, nem volt egyenrangú vele, nem volt az itt. Csak egész egyszerűen ugyanazt képviselte, mint amit az atya képviselne. Mindezek pedig példaképpen estek rajtok, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki hiszi azt, hogy áll meglássa, hogy el leessi akkor ha ez, ha másiák volt, Jahusa, Krisztus, aki vezérelte őket itt, ő volt az, akit kísértettek. Hiszen egyértelművé teszi Saul, hogy ő volt az, hogy ő az, akit kísértettek. Míg itt azt írja, hogy Jahua a népre tüzes kígyókat bocsátott. A kettő egyenlő. Ő az, aki képviseli az atyát a földön. És végezetül ezzel kapcsolatban Dabarim 8-as fejezet 14 16 így szóval fel ne akkor a te szíved, és el ne a huáról te hatalmasságról, aki kihozott téged Egyiptom földéből szolgaságnak házába. Kettő úgymond lény képviseli Jahuát. Az egyik az atya, a másik a fiú. Ugyanúgy működik, ahogy egy házasságban a férfi a feje a házasságnak, a nő pedig a az, akit azért teremt hogy segítse azt. A kettő alkot egy egységet, ugyanúgy, ahogy az atya és a fiú, kettő nem egyenrangú, a kettő egy egységet alkot. Nyilvánvalóvá teszi, hogy ők elfeledkeztek Jahuáról, és látjuk azt, hogy ugyanúgy, ahogy akkor az emberek fellázadtak Elohim szava ellen, mi Elohim szava, aki köztünk járt Jahusák másja. Ugyanúgy akkor ő volt az, mint ahogy ma is ő az, aki képviseli az atyát a föld. Ő az, aki közben jár. Mint ahogy Mosé közben járt a népért, akkor ugyanúgy ő közben jár most. Ez az, amiről beszél Dabarim 8-as fejezetben. Aki vezér lett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak, szomjúságnak nagy és rettenetes pusztájában, amelyben víz nem vala, aki vizet ad a néked a kemény kősziklába, aki azt mondja, hogy ez az atya volt, az nem értette meg az üzenetet. Azt mondja, hogy ne feledkezz a huáról a te hatalmasságodról, aki kihozott téged Egyiptom földéből. Megnéztük ezt is, hogy küld hogy ködeli, akiben az ő neve van, és ő az, aki kihozza majd Egyiptom földéből. Természetesen. Az Atya az, aki ezt az egészet elrendezte és kitalálta, és Ő az, aki kihozza őket. Azonban fizikálisan ott a malak az, aki vezeti őket a Szolgaságnak házába, aki vezélet téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és a szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem vala, aki vizet oda néked a kemény kősziklába. Ki volt az? És mindjárt egy lelki itt mert ittak a lelki kősziklából, meg követi vala őket, a kőszikla pedig másiák vala. Ezek Saul szavai. Saul értette, hogy mi az, amiről az írás szól. Jahusha másiák volt az, aki vezette őket, aki mannával étetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson, hogy megpróbáljon téged, hogy jól tegyen veled ezután. Mit mondott a nép? Mert nincsen kenyér, víz nincsen, és a hitvány eledet utája mi lelkünk. Mi volt az? Ez volt az a manna, amit adott nekik. Ez az ő szava, amire próbálta őket nevelni. Azonban nekik ez nem kellett. Úgyhogy ebből a három fejezetből is nagyszerűen látszik, hogy ahogyan eddig is láthattuk, Jehusa, Hamásiák, Malak, Jehua, Jehua angyala, az angyal, Jehua, Jézus, volt az, aki végig kalózolta az emberiséget a Földön, és soha nem az Atya személyesen. A kettő egy egységet alkot, és együtt működnek, azonban nem egyenrangúak. Jahusak a Isten, hiszen Elohim egy egységet jelent. Ő az Atya, illetve az ő szava, Jahusa között. Ez nem kívánja azt, hogy a kettő egyenrangú legyen. Sőt, semmit nem veszel egyiknek az érdeméből sem, ha belátjuk azt, hogy a kettő nem egyenrangú. De az első és legfontosabb lépés az, hogy megértse mindenki, hogy hogyan működik a fiú, mi az ő feladata, és mi az, amit csinál. És ha már itt tartunk a víznél, Ennél a lelki italnál, a kősziklánál meg ha mási volt, nézzük meg, hogy jelenések könyve mit mond erről. Miután megvan a szövetség, ezek azok, akik szentként éltek, igazságot cselekedve, akik bejutnak majd a királyság. Higalú 21-es fejezet, jelenések könyve 22. És templomot nem láttam abban, mert Jahua, a mindenható Elohim annak temploma, és a bárány. A kettő még mindig két különböző. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne. Miért? Mert Elohim dicsősége megvilágosította azt. És annak szövétneke a bárány. Kettő nem egyenrangú, nem egy és ugyanaz. Két külön funkcionáló, egységet alkotó lény és a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak. Ki ez? Ja, az út, az igazság, az élet. Ez a bárány. És a föld király az ő dicsőséget és tisztességet abba viszik. Ahol Jahua, az atya és a bárány van. Ugyanúgy, ahogy 22-es fejezet 1-től 4-ig Bemutatja. És megmutatá nékem az életvizének tiszta folyóját. Mi az életvize az ő szava? Ez az a víz, ami életet ad. Ez az a kenyér, ami életet ad. Ez aért mondja a... Ez az, amely ragyogóvala, mint a kristály Elohimnek és a báránynak királyi székéből jövünk ki. Két különböző. Mellesleg, Hukanon 4. fejezet 9-15 így szól. Monda azért néki a Samáriai asszony. Hogy kérhetsz inni? Jahudim létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok, mert a, a Jahudim a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Feleli a Jakusa és mondanék ki. Ha ismernéd el majándékát, és ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vize. Mi ez az élet vize? Ki mondja ezt? Jakusa a Elohim szava. Az atya szava. Ő adja az életvizet. Mondd neki az asszony. náj, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Mi ez az életnek vize? Avagy nagyobb vagy itt te, ami atyánknál, Jakobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ívott ő is, a fia is, és jószága is felelje a húsa mondanék ki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik. Melyikről beszél a kútról? Valaki pedig abból a vízből iszik, melyet én adok, soha örökké meg nem szomjúhozik. Hanem az a víz, melyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kút Az élet vizének tiszta folyója. Ez jön ki a királyi székből, mivel az atya az, aki ből lesz fakad. Az ő szava az. Az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája vala. Mely tizenkét gyümölcsöt terem vala minden hónapban meghozván gyümölcsét. És levelei a pogányok gyógyítására való. Nincsen tizenharmadik hónap és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Elohimnek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon vala. Mi is, mit is mondott Semót, második Mózes 12-13-ban, hogy ez lesz jel a te kezeden, és kötőjül a szemeid között. Az hogy te jársz az ő parancsolataiban. Ez az, ami a homlokukon lesz. Ők azok, akik végül eljutnak ebbe a királyságba. Akik megértik nem csak azt, hogy hogyan funkcionál a kettő együtt, mint egy egység, hanem azt is, hogy elengedhetetlen feltétele annak, hogy eljussunk oda az, hogy úgy éljünk, ahogyan ő azt mondta. Az ő torája, az ő szava, az ő instrukciói elengedhetetlenek ahhoz, hogy közel kerülhessünk hozzá. Ezek azok, akiknek a homlokán lesz az ő neve. Akik amúgy is úgy éltek, akik úgy éltek, mint a pogányok, azoknak nem lesz ebben a királyságban helye. Ez az, amire mondta. Hogy az új szövetségben már nem kell majd tanítani egymást. Már mindenki tudni fogja, azonban most még nem tudja mindenki, most még nem ismeri mindenki, most még nem érti mindenki. Ezért magyarázta azt zsidókhoz 8 fejezetben, hogy majd, majd lesz egy új szövetség, és akkor az első, azonban most még csak elkezdett ez szétfoszlani. Még nincs vége. Biztos vagyok benne, hogy ez az, ahova a legtöbben, akik magukat hívőnek tartják, vágyakozik. Hogy eljusson oda, ahol az életvizének folyója kijön Elohim és a bárány király székéből. Ehhez meg kell érteni azt, hogy az instrukciók elengedhetetlenek, az ő torája elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki eljusson oda. De nem csak cselekedni vagy ismerni azt, hanem úgy cselekedni, hogy az az ember szívében van. Ez az, amire a husák tanított minket. Ez az, amire ő példa volt. Ezért volt ő az első szülött, aki megmutatta az utat számunkra. Ő volt az, aki elhozta ezt az üzenetet. Ő az út, az igazság, az élet. Miért az út? Ő az a mód, ahogyan élnünk kellene. Az a szellemiség, amiben élnünk kellene. Ő az igazság, hiszen ő volt Elohim szava. Az atya szava, Nyilv, ő az az igazság. Ez kiderül Zsoltárok 119, 142-től 144-ig, 151-es, illetve 30-tól 35-ig, ha jól emlékszem. Ugyanúgy Zsoltárok 119, de számtalan más helyen le van írva, hogy mi az igazság. Jehukonon. Ja, 17-17 szintén elmondja. Szented meg őket az igazsággal, te igén az igazság. Elmondja azt is, hogy én vagyok az út, az igazság az él. És várja azt, hogy, hogy, ki az, akinek leesik, hogy mi is az, amit mond. Ki az, aki hajlandó változni, aki hajlandó úgy élni. És megérteni azt, hogy az atya az, aki a legtetején áll ennek a rendszer ő az, akit mindannyiunknak keresnünk kellene. Hozzá az út az ő fián, az ő szaván keresztül vezet. És ezen az úton a ruák hakodás, a szent szellem, a szent lélek az, aki vezet minket. Ez nem jelenti azt, hogy a három egyenrangú vagy egy darab. Az atya az, aki legfelül áll. Ő irányítja az összes többi dolgot. Remélem, hogy ez a sorozat segítségére volt legalább néhány embernek, és nem feltétlen kell elfogadni a senkinek, vagy egyetérteni. Ez az, amire eljutottunk az idők során. Ha valaki nem ért egyet, nem probléma. Ha valaki egyetért, halleluja, nagyszerű, kezdjen el járni az úton mindenki, és majd az atya elvezeti őt Elvezeti őt oda, ahova szeretné. Hogyha alázattal közelít és engedelmesen, és úgy, hogy az ő instrukcióhoz, az ő szava az a szívében van, akkor fogunk tudni eljutni hozzá. Remélem hasznosak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!